Hírműsorunk végén szerkesztőségünk a most következő kisfilmmel emlékezik meg Minden Szentek ünnepéről. Ahogy járunk elünk a természetben, minduntalan rácsodálkozunk arra a képességére, amely az örök megújulást ígéri. Újra és újra kinyílnak a szívek az első rügyfakadáskor, majd mikor a virágzás után termőre fordulnak a fák, új élet támad. A várva várt újjászületést a rideg dermedtség előzi meg, az elmúlás csendje és az újrakezdés reménysége. A tél közelettével, ahogy rövidebbek a napok, kifakulnak a színek, megnyúlnak az árnyékok, lehullanak a levelek, minket is megkísért a mulandóság érzése. És a reménységé, mert ahogy a régiek hitték, mi is szeretnénk hinni, hogy aki elment, nem hagyott itt minket. Itt hagyott velünk magából valamit, valami múlhatatlant, örökérvényűt, felejthetetlent, és ahová távozott, az egy jobb világ. Igazibb, mint a miénk, és nem is véges, mint az idő vagy a tér, mert ott nincs idő sem tér, csak örökké valóság és halhatatlanság. Ezekben a napokban, november első napjaiban a névtelen szentek és az elhunytak tiszteletére elcsendesül a világ. Benépesülnek a temetők, mécsesek gyulladnak a templomokban, a sírokon és az otthonokban. Ilyenkor azokra a szeretteinkre, hozzátartozóinkra, barátainkra emlékezünk, akik már nem lehetnek velünk. Megelevenednek bennünk szeretett vonásaik és jellegzetes mozdulataik, újra halljuk a hangjukat, bennünk élnek tovább. Mint ahogyan mi élünk majd tovább, szeretteinkben, barátainkban, utódainkban, gyermekeinkben és unokáinkban, egészen az idők végezetéig.